Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Gyászolnak a helyiek a pakisztáni Kvetta városában, az afgán határhoz közeleső településen iszlamista támadók tegnap véres merényletet hajtottak végre egy keresztény templomban. A merényletnek legalább 9 halálos áldozata van, de a hatósági közlések szerint ez a szám akár több száz is lehetett volna, ha az egyik támadót nem sikerült volna megállítani. Gyászba borult a pakisztáni Kvetta város kicsi keresztény közössége. Vasárnap egy metodista templomban az ott zajló istentisztelet idején hajtottak végre terrortámadást iszlamista merénylők. Nem hagyjuk magunkat elbátortalanítani. Nem félünk a terroristáktól, sőt, vissza fogunk térni a templomba, mondja egy helyi férfi, akinek az unokaöccse megsebesült a vasárnapi támadásban. A terrorakcióban a helyszínen életét vesztette 9 keresztény. A hatóságok szerint a tragédia még nagyobb lehetett volna, ha a biztonsági őrök nem tartóztatják fel és nem lövik le az egyik támadót már a templomon kívül. Hálásak vagyunk a biztonsági személyzetnek. Ha ők nem lettek volna, most sokkal nagyobb pusztításról kellene beszámolni, mondja egy másik férfi. A terrortámadás megszervezését az iszlám állam vállalta magára, bár bizonyítékokkal nem szolgáltak. A 200 milliós ázsiai országban a keresztények létszámát 1,5% körülire teszik. Az elmúlt években a közösség több erőszakos támadás célpontja volt, ráadásul elemzők arra is rámutatnak, a keresztény kisebbség a muszlim többségű országban különösen nehéz helyzetben van. Általában alacsonyabb fizetésért dolgoznak, de hitük miatt is sokszor támadják őket. Különösen kritikus a helyzet itt Belugisztán tartományban. A régió ugyanis Iránnal és Afganisztánnal is szomszédos. Az elmúlt években több szunnita terrorcsoport is hajtott végre itt terrortámadásokat, köztük a tálibok, az Al-Qaida és az Iszlám Állam is. Kim Jong-il halálának 6. évfordulójára emlékeztek Észak-Koreában. A nagy vezetőként tisztelt néhai politikus 2011 végén hunyt el. Megfigyelők azt mondják, személyi kultusza ennek ellenére ma is él. A Kim dinasztia mindhárom tagját az észak-koreai sajtóban mindig teljes titulussal együtt említik. Az elmúlt napokban a helyi sajtó Kim Jong-ilről szóló propagandafilmekkel és cikkekkel árasztotta el az ott élőket. A fővárosban az emlékezés kapcsán hosszú tömött sorokban járultak a helyiek a politikus szobrához, hogy annak lábánál koszorút és virágokat helyezzenek el. A Kreml sajtószolgálata szerint Vladimir Putyin köszönetet mondott Donald Trumpnak, mert az oroszoknak a CIA-től kapott információ alapján sikerült pokolgépes terrortámadásokat megakadályozniuk Szentpéterváron. Az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat még múlt pénteken közölte, hogy a városban az Iszlám Állam 7 követőjét vették őrizetbe, akik terrortámadásokat készültek elkövetni a kazanyi székesegyházban és más forgalmas helyszíneken. A terroristáknál jelentős mennyiségű robbanószert, automata fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Az iráni állami tévécsatorna vasárnap közzétette annak az iráni svéd atomtudósnak a vallomását, akit korábban kémkedés vádjával halálra ítéltek. A felvételen a férfi beismeri, hogy Izrael számára kémkedett. A férfi felesége, aki Stockholmban él, azt mondta, meggyőződése, hogy férjét kínzásokkal vették rá, hogy olvassa fel a szöveget. A nő korábban arról is beszélt, hogy férjét az iráni titkosszolgálat próbálta beszervezni, hogy információkat gyűjtsön európai kollégáiról, illetve az uniós országok terrorellenes felkészültségéről és az infrastruktúra állapotáról. Elhalasztották Salah Abdeslam bírósági tárgyalását, aki részt vett a 2015-ös párizsi terrortámadásokban. A marokkói származású francia állampolgárt 2016 tavaszán fogták el Brüsszelben. A párizsi merényletben való pontos szerepe nem ismert. A belga ügyészség ezért amiatt emelt vádat ellene, hogy elfogása előtt lövöldözött a rendőrökkel. Már több mint 2 év telt el a párizsi terrortámadások óta, amelyekben 130 embert gyilkoltak meg az Iszlám Állam terroristái. Az egyetlen letartóztatott résztvevőt 2016-ban fogták el Brüsszelben, ahol a muszlimok által lakott Molenbeek negyedben bujkált. Elfogása óta 20 hónapot töltött magánzárkában, bekamerázott szobában. Abdeslam nem volt hajlandó együttműködni a rendőrökkel, akik így nem tudták meghatározni pontos szerepét a párizsi merényletekben.
A 20 hónapos hallgatás ellenére végül mégis úgy döntött, megjelenik a bírósági tárgyaláson, ami a héten kezdődött volna. A halasztás a vádlott újonnan kijelölt ügyvédjének kérésére történt. Ez a halasztás nekünk nem okoz problémát. Mindnyájan törvény alatt állunk. Abdeslam úrnak joga van ügyvédet fogadni. Természetes, hogy egy ilyen méretes ügy tanulmányozásához időre van szüksége, mondja a rendőröket védő ügyvéd. A férfi hallgatása miatt és kellő bizonyítékok hiányában a rendőrség csak az elfogásakor történt lövöldözéssel tudta megvádolni a terroristát. A feltételezések szerint három öngyilkos merénylőt, köztük saját testvérét autóval szállította a terrortámadások éjszakáján. A nyomozók egyik csoportja szerint neki is fel kellett volna magát robbantania, de meghátrált. Ezt a teóriát Abdeslam egyik testvére is megerősítette, aki meglátogatta őt a börtönben. A február 5-ére halasztott nyílt tárgyalástól azt remélik, hogy Abdeslam végre megszólal az ügyben. Letette az esküt az új osztrák kormány, amely a Néppárt és a Szabadságpárt koalíciójából állt fel. Sebastian Kurz kancellárként, az FPÖ vezetője alkancellárként vesz részt a munkában, a nagyobbik pártnak 7, a kisebbiknek 6 minisztere van a kabinetben. Bécsben több ezren vonultak az utcákra a szélsőjobbos párttal felálló kormánykoalíció ellen demonstrálni. Elemzők szerint az új felállás egyúttal jelentős változást hozhat az ország menekült politikájában, kiemelt hangsúly kerülhet az ország határainak védelmére és az illegális bevándorlás feltartóztatására. Megkezdte a bukaresti parlament egyik bizottsága a román büntetőtörvénykönyv vitatott módosítási javaslatainak tárgyalását. Bírálóik szerint a tervezett változások megnehezítenék a korrupció elleni küzdelmet. Az ügyészeknek ugyanis előre be kellene jelenteniük a gyanúsítottaknak, hogy nyomozást indítanak ellenük. Ráadásul szűkítenék azon bizonyítékok körét, amelyeket az ügyészek vádjaik alátámasztására használhatnak. A parlamenti bizottság ellenzéki tagjai szerint a bíróságoknak nem volt idejük mérlegelni a tervezett reformok hatásait. Vasárnap Bukarestben és más román nagyvárosokban is ezrek tiltakoztak a javaslatok ellen. Utasok tömege rekedt az atlantai Hartsfield-Jackson nemzetközi repülőtéren egy áramszünet miatt. Vasárnap a létesítmény több részén elment az áram, a szolgáltatás pedig csak éjfél előtt állt helyre a világ legforgalmasabb repterén. Órákra sötétségbe borult vasárnap az atlantai Hartsfield-Jackson nemzetközi reptér egy áramszünet miatt. Sokan a terminálok félhomályában várták, hogy helyreálljon a szolgáltatás. This is a mess. Kész felfordulás volt az elmúlt 3 óra. Az még érthető, hogy elment az áram, de az már nem, hogy nincs tervük ilyen esetre, és senkitől nem kapunk tájékoztatást. A légitársaságot sem tudtuk elérni, hogy jegyet foglaljunk egy másik járatra, mondta egy utas. Sokan már a gépükön ültek, amikor elment az áram. Ők nem szállhattak fel. Voltak, akik 9 órára a fedélzeten rekedtek, az érkező járatokat pedig máshová irányították. Mindenki megdöbbent és azt remélte, hogy hamar visszajön az áram, de nem így lett. Megkérdeztünk egy őrt, történt-e már ilyen, és azt mondta, hogy máskor csak helyenként akadozott az áramszolgáltatás egy rövid ideig, mondta egy másik utas. A repülés irányító toronyban nem volt áramszünet, több légitársaság járatait törölték. Az atlantai székhelyű Delta légitársaság vasárnap mintegy 900, hétfőn pedig további 300 járatot törölt. Szállást biztosítottunk az utasoknak, és elkezdtünk vizet osztani. Úgy gondoltuk, bármennyire idegesek, jobb a reptéren tartani, akit lehet. Jobban is lehet kommunikálni, de ilyen helyzetben csak az nyugtatja meg őket, ha minden helyre áll, mondta a polgármester. A reptér áramszolgáltatója szerint egy föld alatti elektromos létesítményben keletkezett tűz okozta az áramkimaradást, a lángok pedig a tartalékáramkört is megrongálták. A tűz okát vizsgálják. Újra elnökké választották Chilében Sebastián Piñera volt államfőt. A konzervatív milliárdos 2010 és 2014 között vezette az országot. Idén újra megmérettette magát az elnök választáson. A novemberi első fordulóban első helyen végzett, de nem kapta meg a szavazatok felét, ami a győzelemhez kellett volna. A második fordulóban Alejandro Guille volt televíziós műsorvezetővel küzdött meg, akit 2013-ban választottak szenátorrá. Őt a hatalmon lévő balközéppárt szövetség támogatta.
Sokan szoros versenyre számítottak, de Piñerára többen szavaztak, mint bármely más elnök jelöltre azóta, hogy Chilében 27 éve helyreállt a demokrácia. A Pinochet diktatúra bukása óta domináns bal-közép koalíció viszont eddigi legnagyobb vereségét könyvelte el. Nehéz helyzetbe kerültek a Pekingben dolgozó vidékiek, miután egy hónapja lekapcsolták otthonaikban a fűtést és az áramot. A hatóságok mindezt tűzvédelmi okokra hivatkozva tették. Novemberben ugyanis kigyulladt egy lakóház a város egyik déli kerületében, ahol sok vidékről érkezett vendégmunkás él. A lángokban többen meghaltak. Vendégmunkások ezrei hagyták el pekingi otthonaikat, amelyek hetek óta egyre hidegebbek. Ezen a reptér melletti lakótelepen novemberben kapcsolták le a fűtést és az áramot. Nem látunk semmit, amint bejövök a szobába, rossz érzés fog el. Még főzni sem tudok itthon, máshol kell ételt vennem, ami ráadásul nem is olyan jó, mondta egy Chongqingból érkezett vendégmunkás, aki a szállásán maradt. Mások már nem bírják a fűtetlen lakásukban és elköltöznek. Ez a férfi gyertyafénynél mutatja meg az újságíróknak az otthonát, amelyet kénytelen elhagyni. Korábban jókat gondoltam Pekingről, de már nem. Rosszul érzem magam itt, mióta a kormány ezt tette velünk. Úgy viselkednek, mint a banditák, mondta a Szecsuan tartományból érkezett munkás. A hatóságok döntését szorványos tiltakozások kísérték. Több mint 100 kínai értelmiségi pedig nyílt levélben bírálta az intézkedést. A közvélemény máshogy ítéli meg a döntést, mint a kormány. Én humanitárius katasztrófát látok. A tűzre hivatkozva embereket küldtek az utcára a tél közepén, mondta a nyílt levél egyik aláírója. Ahogy Pekingben csökken a hőmérséklet, egyre több vendégmunkás hagyja el fűtetlen otthonát. Ez a nő például már csak utolsó fizetésére vár, hogy indulhasson. Régóta vagyok itt, és ez nagyon sértő. Máshol szívesen látják a vendégmunkásokat, és segítik őket. Ha nem lennének vendégmunkások, Peking sem lenne jobb bármely más városnál, mondta a nő. Korábban Hopei tartományból jött, és partnerével együtt oda készül visszatérni. Tangshan kikötő városában próbálnak új életet kezdeni, ahol melegebb fogadtatásra számítanak. Az Európai Bizottság nyomozást indít a svéd IKEA holland alcége az Inter IKEA ellen. A nyomozás célja, hogy megállapítsa, hogy a holland adóhatóságok törvénytelen adóelőnyökhöz juttatták-e a céget. A nyomozás két megadott adókedvezményre koncentrál. A bizottság szerint 2006-ban egy holland rendelet lehetővé tette, hogy a holland Inter IKEA a bevétele jelentős részét átcsoportosítsa a luxemburgi székhelyű IKEA ágnak. Mivel a luxemburgi adótörvények jóval kedvezőbbek, így a cég hatalmas összeget tarthatott meg. Miután ezt az adókerülést 2011-ben törvénytelennek nyilvánították, az Inter IKEA újabb megegyezést kötött a holland adóhatóságokkal, és ezúttal Liechtensteinbe csoportosította át bevételeit. Az elmúlt években több hasonló nyomozás indult az Unióban. Az ilyen adókedvezmények ugyanis még nehezebb helyzetbe hozzák a kis- és középvállalkozásokat a multinacionális cégekkel szemben. Robotokkal bővítette személyzetét egy étterem az indiai Chennai városában. A világon több országban is működnek már hasonló vendéglők, ahol gépek szolgálják fel a rendeléseket. Az ázsiai országban ez az első ilyen hely. Nevet cserélt és személyzetet bővített az indiai Tamil Nadu szövetségi állam fővárosának egyik étterme. A vendéglőt korábban Momónak hívták. Közel egy éven át kutattunk, kipróbáltunk több dizájnt. Végül úgy döntöttünk, kipróbálunk valami újat, ami még nincs Indiában, mondta az étterem egyik alapítója. Társával együtt robotnak nevezték át a vendéglőt, amiből könnyen kitalálható kik, pontosabban mik szolgálják ki a vendégeket. Külföldön sok országban láttam hasonló éttermeket, ahol robotok szolgálják ki a vendégeket. Gondoltuk, miért ne próbálnánk ki ugyanezt itt is. A főleg táj és kínai fogásokat kínáló étterem vendégei érintőképernyőn rendelhetnek, italaikat és ételeiket pedig a robotok hozzák ki az asztalukhoz. Nem számítottunk ilyen gyors kiszolgálásra. Nagyon élvezzük, hogy a robotok ilyen interaktívak és hogy hamar kiszolgálnak, mondta egy vendég. A robotolásnak ezzel persze még nincs vége.
A gépek egyúttal vissza is viszik a tányérokat és poharakat a konyhába, hogy ott mások elmossák azokat. Minden nagyon simán és jól szervezetten zajlik. Ráadásul az emberek mindig szívesen fogadják az újdonságokat, mondta egy másik vendég. Az orvostudományban, mezőgazdaságban és logisztikában már világszerte használnak robotokat. Szakértők úgy vélik, hogy a következő években az otthoni használatuk is egyre elterjedtebb lesz. És ezek voltak a világhíradó hírei mára, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!